lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Kedves fiam, vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most megváltunknak Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! A fényes felhőből az Atya szózat a hallatszót, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Az Úr legyen veletek, és a te lelked. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, és arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövett Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.